Volt egyszer egy nagyon szigorú király, aki a borzasztó természetéről volt ismert. Az udvarában mindenki bársonypapucsban járt, és Lábujjhegyen közeledett hozzá, mert ha a legkisebb dolog megzavarta, szörnyű düben tört ki. Egy nap egy Háim nevű szegény ember tévedt be a királyi gyümölcsligetbe, és elcsent két érett szilvát. Még mielőtt beleharapott volna a szilvába, lefogták a palota őrei, és a király elé vitték. A király nagyon mérges volt. Lopod a szilvámat? Üvöltötte. Túl sok lopás volt mostanában. Nektek, tolvajoknak, meg kell tanulnotok a leckét. Háim, halálra ítéllek a bűnöd miatt. Az udvarban lévők mind felszisszentek, amikor meghallották a király rendeletét, de Háim csak megrázta a vállát, és azt mondta. Kár, hogy két szilváért vesztem el az életemet, de még nagyobb kár, hogy az apám titka így örökre elvész. Amikor meghallott ezt a király, majdnem elfelejtette, hogy milyen dühös. Áruld el nekem az apád titkát, parancsolta. Van módja annak, hogy a gránátalma fa gyümölcsöt hozzon egy nappal a gránátalma magjának elültetése után. Ez tényleg figyelemre méltó, gondolta a király. Ha megtanulom ezt a titkos módszert, hírnevem a világ távoli sarkaiba is elér majd. A raphoz fordult, és azt mondta, lássam, hogy csinálod ezt, te tolvaj! És így még egy szolgát elküldetett gránátalma magért, a király és udvarának minden tagja kiment a kertbe, és figyelte, ahogy Háim mély gödröt ás a földbe. Amikor megérkezett a mag, Háim óvatosan felemelte, és azt mondta, Uraim, szükségem van egyikőtök segítségére. Hogyan segíthetünk, ha nem tudjuk a titkot? Kérdezte a király döbbenten. Háim azt válaszolta. Ahhoz, hogy ez a mag kikeljen és gyümölcsöt hozzon, egy éjszaka alatt olyan embernek kell elültetnie, aki még soha nem vett el semmi olyat, ami nem az övé. Ha bármit elvett, bármit, ami nem az övé volt, a fa nem fog kinőni. Én tolvaj vagyok, így hát én nem ültethetem el. Ezt meghallva a király nemes emberéhez fordult és kijelentette. Az én bizalmamat teljes mértékben élvező miniszterelnökömé lesz a tisztelet, hogy a magot elültesse. Az ilyet miniszterelnök azonban azt válaszolta, fenség, amikor fiatal katona voltam, elvettem a barátomtól egy ezüst kardot. A király elfordult tőle dühösen, és oda nyújtotta a magot a kincstárnokának. Fenség, datogott a kincstárnok, minden nap nagy értékekkel dolgozom, lehetséges, hogy egyik nap figyelmetlenségemben túl sokat vontam le. A király sorban felajánlotta a magot az államtitkárainak, de mindegyik visszautasította. Amikor az utolsó nemes ember is nemet mondott, a király kiabálni kezdett, nincs egy becsületes ember sem a birodalmamban. Ekkor Háim csendben megszólalt. Bátorkodom, fenség. Úgy tűnik, te vagy közöttünk az egyetlen, aki elültetheti a magot. És akkor a királynak megjelent az emlékezetében, hogy egyszer megtartott egy gyűrűt, ami az apjáé volt. A mag kiesett a kezéből. Amikor Háim látta, hogy a király sem fogadja el a gránátalma magot, felkiáltott. Mind olyan hatalmasok vagytok! És mégsem ültethetitek el a magot, míg engem, ki mindössze két szilvát csentem el, engem felakasztanak. Mindenki néma csendben állt, és a királyt nézte. Végül a király Háimhoz fordult, és azt mondta. Okos ember vagy.
Megmutattad nekünk, hogy egyikünk sem tökéletes. Ezennel megbocsátok neked a bűnödért. Háim bolintott, és elszaladt a kerten át. Ahogy a király nézett utána, magában esküdtett, hogy emlékezni fog saját tetteire, és nagy együttérzéssel fog bíráskodni polgárain.